páran nem jöttek el, akire számítottunk, tehát több jut nekünk. A Horgász Egyesület megtartotta az éves beszámolóját. Mindent elfogadtak-e a tagok, és hogy véleményeztek az elmúlt évről? Hát a beszámolókat elfogadták, tartózkodási és ellenszavazat nélkül. Beszámolta az elnök az egész évi munkáról, a gazdasági vezető a pénzügyi helyzetünkről, a fegyelmi bizottság és a felügyelő bizottság elnök és az egyik tagja beszámoltak az itteni évnek a történéseiről. Szerintem mindenki elégedett a munkánkkal. Az előző évhez képest szaporodott a tagok száma? Tehát bővült a Horgász Egyesület? Nagyon nem szaporodott, úgy általában ugyanannyian vagyunk, de változtak a tagok. Tehát a gyerekeknél is sok új kis horgászt hoztak ide hozzánk. Ugye a gyerekek egy idő után kinövik a gyerekkort, és vizsgázni kell nekik, és ifikké serdülnek. Az ifik számunk az elég szépen nőtt. De a gyerekek száma is elég jó. A felnőttek száma az úgy stagnál, de hát ott is megvan, hogy vagy nem nálunk váltanak engedélyt, elmennek más egyesülethez, vagy már kiöregszenek, és nem jönnek horgászni, de úgy általában marad a létszámunk. Most azt tapasztaltam, hogy nagyon sokan megkerestek már most januárban, sőt már decemberben, hogy lehetőség lenne arra, hogy az egyesületünkben legyenek tagok. Természetesen senkit nem utasítunk el, nagyon szívesen látunk felnőttet, gyereket, mindenkit az egyesületbe. Bőven vannak programjaink. Most az idénre megszavaztotta a taggyűlés 4 versenyt, a 2 gyerekverseny, a gyerektábor meg lesz tartva, és újdonságként most február 10-én egy autóbuszos kirándulást szervezünk a Fehovára, tehát a fegyvervadász-horgász kiállításra, ahol minimális összegért jöhetnek a felnőtt tagjaink, a gyerekeknek viszont teljesen ingyenes egy pályázat alapján. A jövő évben tisztújítás lesz. Már fejben azért megszületett a gondolat, hogy kik lesznek javasolva? Van egy jelölőbizottságunk. A jelölőbizottságnak a feladata lesz jövő január elején, hogy összeállítsa, tehát megkérdezze a tagokat, hogy kit javasolnak. Én személy szerint nem javasolok senkit. Azon kell gondolkodni, hogy én maradjak-e, vagy lemondjak-e az elnökségről. Hogy érzed? Hát, néha nehéz, főleg ennyi férfivel, de még azt mondom, hogy ha még bírom, akkor még próbálom csinálni. Gyerekek nagyon ragaszkodnak hozzám, és én azt mondtam, hogy ha valakiért megéri, akkor a gyerekekért igen. Köszönöm.